Szeretettel köszöntöm Önöket, és azt szeretném mondani, ezek a hivatalos programcímek nem sokat mondanak, de ennek az a címe, hogy egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben. Négy olyan területen dolgozunk az egészségügyben, vagy a népegészség területén, ami meg fogja változtatni a magyarországi népegészségügyi trendeket a krónikus nem fertőző betegségek területén. És az elmúlt több évtizedben megtapasztalhatták azt, hogy népegészségügyi program 1.0, népegészségügyi program 2.0, népegészségügyi program 5420, és rengeteget beszéltünk róla. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy semmit nem ér az a népegészségügyi program, ami mögött nincsen forrás, semmit nem ér az a népegészségügyi program, ami mögött nincsenek elkötelezett emberek, és semmit nem ér az a népegészségügyi program, amit intézményi vagy intézményesült formában nem fogadnak el a polgárok, nem fogad el a szakma. Úgyhogy mi négy területen dolgozunk nagyon intenzíven. Az egyik a népegészségügyi jogalkotás. A másik a népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése, a harmadik az egészségfejlesztési programok, a negyedik pedig a szűrőprogramok. Amiről itt most ma beszélünk, az részben a népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése, részben pedig az egészségfejlesztő programok indítása. Ma egy olyan projektet indítunk, ahol 58 egészségfejlesztési irodát indítunk útjára. Ez az 58 járásokban, kistérségekben régi néven dolgozó egészségfejlesztési iroda azért lesz felelős, hogy ott helyben a közösségek egészségével, a polgárok egészségével törődjön. Ha korábban, vagy még mielőtt az egészségfejlesztési irodák tevékenysége kiteljesedik, azt mondta egy háziorvos, egy elfoglalt háziorvos, aki 30-40-50 beteget lát egy nap alatt, hogy uram vagy hölgyem, fogjon le. Akkor a kérdés az, hogy jó, de hogyan? Jó, de mit egyek? Jó, de hogyan fogom követni én ezt a paciensemet, akinek egy életmódváltásra van szüksége ahhoz, hogy megelőzzük a súlyos betegségét. Mostantól kezdve az alapellátást az egészségfejlesztési irodák ezen az 58 járási helyszínen átveszik az alapellátástól ezeket a betegeket, életmódtanács, dietetikus segíti, követi, megfogja a kezét, nem engedi el, támogatja. Nem az alapellátás helyett dolgozik, hanem az alapellátásnak van hová továbbadnia ezeket a betegeket, mert eddig ezek a betegek támogatás nélkül egymagukban nem tudtak mihez kezdeni. Uram, hölgyem, szokjon le a dohányzásról. Jó, de hogyan? Tehát egy ilyen minimális, gyors beavatkozást kapnak majd az egészségfejlesztési irodáktól, és követi, gondozza a gondjaira bízott betegeket ez a szolgálat. Ugyanígy az alkoholbetegeket, alkoholfüggőség ellen is tevékenykedni fognak ezek az irodák. Ez az egyik nagyon komoly szerepük. A másik nagyon komoly szerepük, hogy szervezzék a közösség egészségfejlesztési programjait. Én tudok Önöknek olyan egészséges városokat mondani, ahol már most is meg van szervező, hogy a gyerek megtanuljon úszni, ingyen van az úszoda, de van, ahol ezt még nem követik. No, akkor vegyük egymástól át a jó gyakorlatokat. Vannak olyan egészségügyi intézmények, kórházak, amelyek a helyi közösségnek, a térségnek a népegészségügyi központjaiként működnek. Ennek van egy gyakorlata, eljuttatják sportprogramhoz a betegeiket, megszervezik a népegészségügyi aktivitást a közösségben. Ezt a jó gyakorlatot teljesszük el minél több helyen, úgyhogy erről fognak gondoskodni ezek a most útjukra induló irodák. Nyilvánvaló, hogy ezt az anyagot megosztjuk a kollégákkal, tehát tudnak majd belőle idézni is. Én annyit szerettem volna elmondani, szerintem igazgató úr kiegészíti az én mondatomat. Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntöm Önöket. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet, mint a nem fertőző népegészségügyi betegségek módszertani központja, fogja ellátni ennek a hálózatnak a koordinatív funkcióit, illetve módszertani tanácsadást nyújtunk a hálózat számára. Amit lényegesnek tartok kiemelni, hogy egy stratégia mentén történő hálózatfejlesztésről van szó. Ennek az első állomása
az egészségfejlesztési irodák létrehozása. Terveink szerint már az idén megjelenik a hálózat második nagyon fontos eleme, a lelki egészségközpontok hálózata, amelyek szintén az OFI koordinációja alatt fognak működni. Amikor irodáról beszélünk, én rögtön szeretném arra felhívni a figyelmüket, hogy az iroda elnevezése kicsit félrevezető is lehet egy picit passzív jelentése. Mi mindenképp ügynökségekben gondolkodunk. Úgy veszük ezeket a hálózati tagokat, mint a népegészségügyi fejlesztés helyi ügynökeit. Befektetésnek tekintjük a hálózat létrehozását, ami azt jelenti, hogy mind humán erőforrás tekintetében, mind pénzügyi, mind egészségérték tekintetben arra számítunk, hogy többszörösen visszahozzák azt az értéket, amit most ennek a hálózatnak a létrehozásába be kellett fektetnünk. Mit várunk tőlük? Nagyon sok mindent várunk, és természetesen ez nagy támogatást is nyújtunk. Az egyik legfontosabb dolog a mi szempontunkból, hogy ezek a helyi szereplők a helyi viszonyokat sokkal jobban ismerik, mint mi az bármikor képesek lennénk megismerni. Így például elérhetik azokat a célcsoportokat, akiket a szakmában úgynevezett láthatatlan célcsoportnak nevezünk. Ezek azok a lakosok, akik a rossz népegészségügyi mutatókban megjelennek, ugyanakkor a népegészségügyi programjaink nem érik el őket. Nem nehéz kitalálni, hogy kikre gondolunk. Ha az ember arra gondol, hogy egy idős, rokonok nélkül élő, vidéki öregember, aki mondjuk televíziót sem néz, milyen eszközökkel érhető el, jól láthatjuk, hogy milyen limitáltak a lehetőségeink. Ami megint nagyon fontos lehet, hogy ezektől a helyi ügynökségektől vagy irodáktól mi információkat is kapjunk arra vonatkozóan, hogy helyben már milyen egészségfejlesztési programok, elképzelések történnek. Ugyanis ugye erről is őszintén kell beszélnünk, hogy nagyon sok a jó szándékkal indított egészségfejlesztési program, amik azonban, el kell, hogy ismerjük, sokszor haszontalanok, mivel nem professzionálisan szervezettek, tehát a programokat végrehajtják, de nem látjuk a népegészségügyi értékét. Tehát ebben segítséget kívánunk nyújtani, módszertani segítséget ezeknek a hálózati tagoknak. Már most is elérhető az OFI honlapján egy úgynevezett tárház adatbázis, ahova a legjobbnak ítélt egészségfejlesztési programjainkat gyűjtöttük össze. Ezt a tárházat fogjuk bővíteni, ez elérhető lesz az egészségfejlesztési irodák szakemberei számára. Informatikai támogatást fogunk biztosítani, tehát egy rendkívül takarékos, egyszerű informatikai platformot hozunk létre, amin keresztül ők velünk kommunikálhatnak. És az elejétől nagyon fontosnak tartom, hogy megadjuk számukra azokat az irányelveket és indikátorokat, amik alapján olyan adatgyűjtést hajtatnak végre, amikből valóban tudunk akár szakmapolitikai döntéshozatali előkészítést végezni. Ugye nagyon sok adat áll rendelkezésünkre, de mivel különböző módszertannal veszik ezeket föl, sokszor ezek is sajnos használhatatlanok. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy óriási nyeresége lett ennek a hálózatnak.